Jó estét kívánok! Ez a Jazz Karts Plus a Karcs FM Jazz magazinjának külön kiadása. Gáspár Károly vagyok. Völgyi Zsuzsi nevét a Romantik Együttes tagjaként ismerte és kedvelte meg az ország. Nemrégiben megalakította saját formációját, a Völgyi Zsuzsi akusztikot, melynek repertoárját nagy magyar slágerek feldolgozásai alkotják, a jazz elemeit, jellemzőit is felvonultatva. Persze, mostanság nevét leginkább a Farm VIP című televíziós műsorban való szereplése okán halljuk, de azt is sokan találgatják, ki lehet az a titokzatos férfi, aki válása után újra elrabolt a szívét. Kedves hallgatóink, a Jazz Karts ma esti vendége Völgyi Zsuzsi, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, örülök, hogy itt vagy velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Engedd meg, hogy pestélyesen szólva egyből belecsapjak a lecsoba. Mehet. Tényleg rossz indulatú és képmutató vagy-e? Mert hogy a Farm VIP kapcsán elég sok olyan cikket Olvastam, amelyben ez merült fel veled kapcsolatban. Uh -huh. Hát miből fakad ez? Hát valójában ezt én sem tudom, hogy miért került rám ez a nagyon-nagyon ellenséges, negatív jelző. Ott volt a műsornak egy elég mély pontja, amikor nem történt semmi, és akkor a műsor készítői szerint jöttem én, aki egy kicsit ösztönből csavart a történeten, és úgy fölkavartam az állóvizet. Én valójában játszottam. Nekem ez nagyon... Megkértek erre, Zsuzsi, hogy egy kis műbal műbalhét kellene összehozni? Nem. Tehát nem volt ez egy olyan szintű irányított reality, hogy most odajött volna hozzám a a főszerkesztő, és akkor így, így mondta volna, hogy egy kicsit improvizálj, tehát nem volt ilyen, hanem egyszerűen éreztem azt, hogy, hogy tényleg egyébként be, be, belassultunk, tehát hogy ott az ott szereplők elfáradtak, belassultunk, és, és valójában volt egy ösztönszerű érzésem, hogy jó, akkor, meg hát tulajdonképpen én tényleg játszottam itt a műsorban végig. Tehát még mindenki az életét adta azért, hogy mondjuk 20 kiló barackot szedjen le, addig én szedtem, amennyit szedtem, és mégis bent maradtam. Tehát ugye én nekem nem volt ez, ez nem volt ez célom, hogy minden áron ott, ott dögöljek meg ebbe a műsorba, hogy olyan szinten ő, kifárasszam magam. Én csak sodródtam az árral, én azt gondoltam egyébként, hogy körülbelül 12 nap lesz ez az egész, aztán utána majd szépen megyek haza de hát ez sokkal több volt, és már a legvégén azt éreztem, hogy nagyon haza szeretnék menni, és ki szeretnék esni, és már, már próbáltam megbundázni a műsort, már próbáltam a hazajutásom érdekében úgymond csalni, és nem, nem, egyszerűen nem tudtam kiesni, és aztán elindult bennem egy ilyen rosszalkodás, amikor, amikor elkezdtem megkézni a fiúkat, aztán utána a fiúk után elkezdtem megkézni a lányokat, így finoman. De nekem ez egyébként játék volt, és aki egyébként engem ismer, azt tudja, hogy, hogy nekem mi a humorom. És ha Sajnos egyébként a vágáson nagyon sok múlt, hogyha bevágták volna azt is, hogy én mondjuk ezen nevetek, vagy kuncogok, mint egy rossz gyerek, akkor lehet, hogy egy kicsit elveszi az élét, és akkor a, a néző nem bíráskodik ilyen szinten felettem, mint ahogyan aztán ugye így bekategorizálottam, hogy én rossz indulatú vagyok meg. Szóval, hogyha sok minden került volna beadásba belőlem, ami nem csak a rossz gyereké nem, akkor, akkor biztos, hogy másképp ítélnek meg a nézők. Most így utólag visszatekintve megérte. Ő igen, megérte. Egyrészt nagyon szerettem ott bent lenni, nagyon sok barátra tettem szert, megismertem embereket, akiket, akiket nagyon örülök, hogy, hogy megismertem. Vannak olyanok is, akikkel tartjuk azóta is a kapcsolatot, például itt van Vizvád Tomi, akivel heti rendszerességgel többször is beszélgetünk. Ilyen szempontból is megérte, és hát ne legyünk elszentek, tehát anyagilag is nagyon megérte, szerettem ezt az egészet csinálni. Én egy egyedülálló anya vagyok, és nekem arra is kellett gondolnom, hogy bizony azért van egy, van egy gyermekem, akit egyedül nevelek, és anyagi szempontból ez, ez mindenképpen megérte, úgyhogy Úgyhogy egyáltalán azt nem gondoltam volna, hogy a vágásnál így kerekítenek engem ki, ahogyan. Meg ugye az se, hogy ennyi rossz indulatú ember van Magyarországon, de sajnos most, mivel én most szerepeltem először így reality műsorba, ezért szembesülnöm kellett azzal, hogy bizony nem minden arany, ami fénylik, és nem mindig kapja az ember pozitív kritikát. Hogyan viselted el azt, amikor vége lett a műsornak, és kiszabadultál az igazi életbe, újra vissza tudtál térni, és elkezdted látni a különböző internetes fórumokon, oldalakon a hát szép számú negatív kritikát. Elkezdtél rá el válaszolgatni, próbáltad félretenni, Lelkileg hogyan tudtad feldolgozni? A kiszabadulás az nagyon-nagyon édes volt, mert már nagyon vártam, hogy a gyerekemet lássam, és, és nagyon bevoltam már kattamva a műsor végén. Ugye ez teljes egy hónapot voltam bent, és a döntő előtt két nappal estem ki egy játék során. Már, már, minden zavart egyébként, ami oda történik, leginkább a legyek, tehát már így totál, tehát beszűkült a tér, beszűkültek az emberek, már így nagyon elegem volt. És aztán ugye utána, amit én itthon elmeséltem a családtagjaimnak, meg a barátaimnak, azt kanyarba se volt azzal, amit ők láttak, és ugye én is így, én is így néztem a, a képernyő előtt, hogy... hogy én másképp éltem azt ott meg, egy csomó minden pozitív dolog történt, amiből semmi nem lett szinte bevágva. Tehát nagyon rá lett tehát rárepültek a mindenkinek a negatív oldalára. De voltak olyan emberek egyébként, akik, akiket meg teljesen pozitívként próbáltak feltüntetni. Lehet, hogy nekik a szerződésükben volt olyan, hogy, hogy negatív vágást nem szeretnének. Már ezen is gondolkozom. Aztán, amikor ugye szembesültem azzal, hogy iszonyatos mennyiségű kritikát kapok, akkor, akkor először ez, ez nagyon elkezdett nyomasztani, és lelkileg egyébként nagyon lehúzott. És volt két napom, amikor egyébként szerintem ott a műsorban az volt nekem, a legcsúcsabb, ugye a műsorszerkesztője is ezt mondták, hogy, hogy ez lesz, most most itt nagyon megosztó leszel, már így jósolták nekem előre, nagyon megosztó leszel, és így néztem is, hogy miért. Tehát, ők már tudták nyilván, hogy miért leszek, mert tehát, hogy ők vágták. És úgy voltam vele, hogy jó, oké, okay, akkor ezen legyünk túl. Nagyon-nagyon nehéz volt nagyon jó időben pont kimentünk a kedvesemmel Isztambulba, és ott töltöttünk négy napot, és pont az első két nap volt ez az elképesztő mély hullám, és nagyon magam alá kerültem, tehát hogy iszonyú nehéz volt, hogy, hogy úgy éreztem, hogy már, már olyan szinten bántóak a kommentek és a kritikák, mint hogyha nem tudom, egy iskola busznyi gyereket öltem volna meg, vagy tényleg, mint, ki, mint egy gyerekgyilkos, és, és ezen túl kellett lendülnöm, és bezártam minden oldalamat, mindent úgy becsuktam, tényleg, mint egy ilyen, mint egy várat, amikor így, így, magas falakat húzol, bezárod az ajtókat, és, és, nem engedsz be senkit. Na, én akkor húztam egy óriási falat, minden közösségi oldalamat lezártam, sem megjelölni, semmit nem tudtak, se irogatni, és aztán két nap után, amikor kezdtem így magamhoz térni, akkor azt, azt kezdtem elérezni, hogy, hogy lehet, hogy ez még, ez még, még jobb, jobb is, mint egy pozitív megítélés. Tehát, hogy egy a negatív fősöket úgy látom, hogy sokkal jobban keresik a tévések, sokkal több megkeresést kapsz minden, minden szinten. És egy idő után azt, azt éreztem, hogy lehet, hogy én ebből nem is annyira ö, negatíva jövök ki, hanem lehet, hogy ebből még profitáltam is, bár nem akartam így kijönni, és nem akartam eljátszani a joki szerepét, tényleg nehéz volt, de aztán utána felemeltem magam, felemeltem az orrom, és egy kicsit azt is éreztem, hogy, hogy amennyire nyitott voltam eddig az emberek felé, most olyan szinten lett egy, egy de ami lehet, hogy nem is baj, lett egy, egy távolságtartás körém építve, és azt érzem ma már, hogyha az utcára lépek, hogy lehet, hogy aki rám mosolyog, az lehet, hogy otthon leül a gép elé, és lehet, hogy ír egy egy elképesztő rossz indulatú kommentet, és ugye ezt is megtanultam, hogy nem tök mindegy, hogy ki mit beszél, nem tök mindegy, hogy mit írogatnak, tehát, hogy nem is ismernek, akkor meg nem teljesen mindegy, hogy mit írnak. Én tudom nagyon jól, hogy én ki vagyok, nekem az önismeretem is, a, a, a önazonosságom az teljesen a helyén van, a családtagjaim szeretnek, a gyerekem imád, tehát, hogy innentől kezdve, aki, aki a barátom, azt tudja, hogy a farmban egy jót nevetett volna velem azon a, azokon a dolgokon, amik ott történtek, és tudják, hogy hogy én, hogy én nem vagyok egy rossz indulatú ember, tehát tudják, hogy én, én tényleg egy csupaszív ember vagyok, aki meg nem ismer, és ítélkezik azt meg pont nem érdekel most már. Tehát, hogy ezt is meg kellett tanulni, és bizonyára nekem most ez volt a legnagyobb tanítás ebből. Tehát azt veszem ki a szavaidból, hogy a romantik kapcsán, mert nyilván azért abban az időszakban is, amikor mondjuk így, hogy a csúcson voltatok, nyilván a sok pozitív megnyilvánulás mellett azért kaptatok negatív kritikákat is, de ezek jóval kevesebbnek bizonyultak, mint a mostani igen. farm műsor kapcsán, igen. ugye? Tehát inkább ott a győző volt az, aki mindig elvitte a balhét, de ne felejtsük el azt, hogy a győző már akkor bőven szerepelt realitikbe, tehát ő már hozzá volt szokva ahhoz, hogy az emberek negatív hogy az emberek negatív kommenteket írogatnak. Mindeközben meg láttam azt is, a saját szememmel, fülemmel hallottam, megérkeztünk egy, egy falunapra, kiszálltunk az autóból, na, akkor mondták a győzőre, hogy na, itt van, és ugyanaz, aki mondta egy perccel azelőtt, hogy kiszálltunk az autóból, az utána szelfizett és mosolyogva mondta, hogy művész úr, és majdnem letérdelt a győző előtt. Szóval igazából nem, tehát kaptam egy gőgöt most, Kaptam egy gőgöt, hogy már nem érdekel, hogy ki mit ír. A, a kritikát nem fogadom el idegen emberektől. Attól fogadok el kritikát, aki, aki tanító jelleggel esetleg és ismer. Ismer és szeret. De aki nem szeret és indulatú és kritizál, azt meg kellett most tanuljam, hogy az leperegje rólam, és nem érdekel, és lehet, hogy ez nagy meg hangzik, de, de bizony ez, ez a műsor most, meg a sok negatív dolog, ez, ezt eredményezte, hogy egy kicsit így fölhúztam az orrom ezen. A romantikban megismert Völgyi Zsuzsi zeneileg énekesként, énekesnőként az igazi Völgyi Zsuzsi? Hát ez hogyan, hogyan érted, hogy, hogy igazi? Tehát... Zeneileg abszolút a magadénak érzed a romantik munkásságát? Igen, igen, ott teljes mértékben, tehát hogyha most visszatekintek arra, hogy, a, hogy a, ezeket, ezeken az albumokon mi mennyit dolgoztunk, mi csináltunk, ugye a Katinkával írtuk nagyon sokat, nagyon sokszor az énektémát, mi, mi ketten csináltuk, a vokálaranzsokat mi ketten csináltuk, éjszakákat dolgoztunk a, a, a stúdióba, tehát abszolút mi voltunk az is, és, és szerettük egyébként csinálni, mert, mert a mi gyerekünk volt, mi szültük meg azokat a lemezeket, tehát mi, mi dolgoztunk, Megérte, és győző is. Nem, nem, a győző nem. A győző már csak egy ilyen plusz adalék volt ehhez az egészhez, egy plusz fűszer, ami, ami már ott a színpadon a, a só elemeket. Tehát ő, ő volt úgymond a díszítés. Ezeken a, ezen a szép tortán. De én nagyon szeretem visszahallgatni, és nagyon sokszor nem is emlékszem ezekre a dalokra, és, és most, hogy rádiózom, és bekerülnek régi albumokból dalok, így fülelek, és hallgatom a, a vokálokat, és arra kell, kell rájönnöm, hogy, hogy milyen szépen szólnak ezek a vokálok, és tényleg, még ugye akkor az, a divatnak megfelelően csináltuk a ezeket a dalokat, a 2000-es évek divatjának, és akkor még nagyon nagy divat volt az, hogy sok ö, sávon szólnak vokálok, reng többször föl van énekelve, oktávba, így, úgy, amúgy, vonulgatnak a vokálok. Katinkának megvan egy kicsit ez a arabos beütés, amit nagyon szeretek, és nagyon egyedi. Tehát ő csinált olyan vokálaranzsokat is, ami így teljesen ilyen arab, vitte a fület egy kicsit, hogy milyen arabos világ ez az egész. Ráadásul ugye a 2000-es évek elején, amikor még kiadtuk a romantikot, akkor mi voltunk az első olyan csapat, akik először vegyítették a, a tradicionális ö, ö, cigányzenét a popzenével. Tehát, hogy, hogy, előttünk, ugye a fekete vonat volt még igazán olyan csapat, de ők hip Játszottak. Tehát ők teljesen más stílust képviseltek, mi meg ugye a, a fogyasztható populári zenét vittük és éppen ezért ugye a rádiók rongyosra játszották a, a zenéinket, és voltak olyan zenéink, amit például nem is akartunk föltenni a, a lemezre, ilyen volt a Szeretem a bőröd illatát, így ismeri mindenki, ennek egyébként az a cím, hogy Vágyom rád, és a Vágyom rádot fúrtuk, hogy áh, hát ez annyira rossz, ezt ne, ne kerüljön fel a lemezre, és akkor itt jön be az a, az, a, az, a, az a kép, hogy tényleg egy zenésznek nem szabad eldöntenie, hogy mi kerüljön ki, mert ezt nem tudhatod soha, hogy miből lesz siker. Volt olyan pillanat, amikor a színpadon voltatok romantikként, és azt mondtad magadban, vagy utána azt mondtátok a Katinkával, hogy tényleg nagyon igényesen megcsináltuk a dalokat, ott van a kísérőzenekar, jó lénekelünk, profik vagyunk, jobb lenne a győzi nélkül. Nem. soha nem volt ilyen, mert mi mindig így voltunk hárman egy csapat, és mi így éltünk meg ö, nagy sikereket, nehézségeket, tehát mi mindig úgy össze voltunk így, így mint három testvér így fonódva, és, és mi rengeteg mindent ö, vittünk együtt végig. A győző ebben volt jó, kapcsolatszerzésekben, haknik begyűjtésébe, tehát ő szervezte a koncerteket tényleg egyfolytában, ő is örült annak, hogy megyünk, mi is örültünk neki. Tehát, a győző zenész? Nem, nem. Ő egyáltalán nem zenész, és mondhatnám azt is, hogy nagyon távol áll tőle zene. Ő viszont egy, egy egészen elképesztő jelenség. Tehát ő, ő, feláll a színpadra, és én emlékszem arra, hogy én bármit csinálhattam volna a színpadon, a közönség, ha a győző jobbra ment, a győzőt nézte így. Tehát valami olyan energiája van, valami olyan kisugárzás, olyan szuggeszív, hogy, hogy a tömegnek lehet, hogyha fölhúztam volna egy pólómat a 20-as éveim, éveimben, akkor se azt nézték volna, hogy főúztam a pólómat, hanem az, hogy a győző közé éppen mit csinál, a színpad másik oldalán. De hát ez, ez már uh, igazából minket ez soha nem zavart, én egyébként így kerültem be a csapatba, az már akkor egy kis csapat volt, tehát nekem csak elfogadnom kellett, tehát nagy választási lehetőségem nem volt, mert ők már akkor egy aranylemes csapat voltak, úgyhogy igazából uh, én megszoktam ezt az egészet, megszoktam a győzőt, a Katinkát, és aztán a szépen idővel pedig összeforrott ez a dolog, és barátok is lettünk. Van egy olyan érzésem, hogy a romantik után egyfajta idézőjeles visszatérésed, nagy visszatérésed a Farm VIP. Bár nem egy klasszikus visszatérés, olyan szempontból, hogy nem egy új lemez uh -huh. kapcsán tűnt fel a neved. Bánod ezt, hogy nem kifejezetten a zene miatt beszél most rólad az ország nagy része? Na, úgy gondolod, hogy beszél rólam az ország nagy része? Uh -huh. Tényleg? Nem egyáltalán nem bánom, azt viszont azt azt, azt nagyon sajnálom, nem bánom, hogy tehát, hogy nem a valós arcomat mutatták meg. Azt nagyon sánálom, hogy én ebből nem úgy jöttem ki. Én azt gondoltam egyébként ott bent, és én úgy is éltem meg minden napot, hogy én nagyon nyílegyenesen megyek végig ezen a dolgon, én őszinte vagyok, én nem beszélek senki hátam mögött, és egyébként, hogyha visszanézi bárkizadást, akkor nem beszélek senki hátam mögött, ez soha. Tehát olyan nincsen, hogy valakit ekézek a hátam mögött, vagy valakiről csúnyán beszélnék. Amikor vitám volt, vagy olyan balhés dolgom volt valakivel ott a farmon, akkor is arcba mondtam be, tehát hogy nem, nem a háta mögött kezdtem el beszélni senkiről, hanem én tényleg mindenkinek az arcába mondtam azt, ami, amit gondoltam. De hát ebből nem volt sok, és, és, mondom, tehát hogy én inkább ott bent ilyen rakoncátlan gyerek voltam, aki játszott aki nem vérre ment, aki nem, én nem is gondoltam volna álmomba se például azt, hogy most én, hogy én meg, megnyerhetném, meg, meg tehát így nem is volt ez egyébként célom. Nekem mondom, annyi volt a, a terv, ben leszek egy 12-16 napot, ennyit jósoltam magamnak, aztán megyek haza. Azt hiszem, hogy még a műsor előtt mondta azt róla győző, de te is ott álltál mellette és katinka is, hogy te igazi díva vagy, és te <laughs> nem szoktál otthon sütni, főzni. Én nem jártam még nálad, nálatok, de én el tudom rólat képzelni, hogy nagyon is sütsz főzöl. Olyan te ezt? mindent elhiszel, ami a tévében van, nem már. A győző Igen mindent ezt... elhiszek, ami a tévében van. Hogy ne? <gül> <gül> a győző ezt uh, ironikusan mondta, nem is rám gondolt ezzel, hanem inkább ugye az nem. Volt felé. semmiféle bántó szándék a szavaiban, azt gondolom. Én, én, is így érzem, mert mi egyébként ezzel szoktunk nevetgélni, ezen szoktunk viccelődni, de egyébként hát most kinézett belőlem azt, hogy, hogy ott van egy kisgyerek, aki kiköveteli azt, hogy már pedig este anya, tejbegdísz, vagy bármi főételt csináljál, most csak mondtam valamit, akkor, akkor én azt mondom, hogy nem, mert én egy diva vagyok. Tehát dehogy is, szóval ilyen szó sincsen erről. Tehát nyilván azért, hogyha nincs mellettem a gyerekem, akkor szeretem persze megúszni azt, hogy főznöm kelljen. Tehát akkor nyilván mindenki a kényelmesebb butat válasza, de hát egy kisgyerek mellett ezt nem teheted meg, tehát ott el kell mennem bevásárolni, tele kell, hogy legyen a hűtő, és tényleg, hogyha bármit megkíván, akkor én fölemelem a fenekemet szépen, kimegyek a konyhába, és kocsvasztok a kislánynak. Tehát ez muszáj. Egy, egy hat éves gyerek, és ráadásul nem is alultáplált a gyerekem, úgy, ha valaki megnézi akkor, de elég jól, jól van tartva az a kislány. Abszolút így van, és az is látszik rajta, hogy boldog és kiegyensúlyozott gyermek, és egy hát fontosan. egyébként gyönyörű kislányról van szó. Zsuzsi, az előző részt azzal fejeztük be, az volt az ígéretem, hogy a völgyi, a völgyi Zsuzsi akusztikról fogunk beszélgetni. Mikor hoztad létre ezt a nagyszerű új formációdat, és kik a tagok, kik hmm. a partnerek? Valójában ez egy teljesen véletlenül összeállt zenekar, mert, mert hogy nem volt ebben semmi tudatosság, hogy már pedig most mi csináljunk egy kvartettet és akkor, és akkor ezzel kezdjünk el foglalkozni. Itt volt egy tévéműsor, és ennek kapcsán volt nekem egy, egy énekes produkcióm. Én nagyon szeretem a, a tradicionális cigányzenét, a kávéházi cigányzenét, és, és, annak idején a, a Patai Öcsi, egy egy ilyen, olyan helyen muzsikált, ami egy ilyen nagyon Bocsánat, kicsi... Bocsánat, én erre háklis vagyok. A kávéházi cigányzenéről beszélünk, <laughs> Igen. a tradicionális az más. Igen, a kávéházi cigányzene. Így van. És az öcsi után így rendszeresen lejártunk baráti társasággal, és ott összebarátkoztunk, megalakultunk, és jött egy felkérés nekem, ahol egy műsorba főztem. És akkor... Az öcsi mondta, hogy na, nehogy már ne énekelj, hát valamit énekeljél, lekísérünk. És az öcsi gyorsan kerekített mellém pár tagot, és akkor, akkor Kökény Tamást, a Bögőművészt, akkor baloglaci, aki akkor abba a zenekarban, abban a felállásban még baloglaci Laci volt, meg ugye az öcsi, és akkor így, így összeállt a mi kis kvárt. Most, most is Balogh <laughs> Most is Balogh Laci. most már más gitározik az zenekarunk. csak aromok. igen, más gitározik már azóta Bóni már. Bóni Lajos, ha jól tudom, ugye? Már nem, már nem a Lajos, hanem most már Aranyosi Norbiár. velünk. A gitárosok jönnek, mennek. Hát igen, elfoglaltak ezek a gitárosok, <laughs> és hát na, amikor nem érnek rá, akkor sajnos kell váltotás, úgyhogy ez így lett. És... És akkor abban a műsorban elkezdtünk próbálni, és annyira jól szólt, és annyira szerettük ezeket a próbákat, hogy végül is úgy döntöttünk, hogy ne csak egy, egy alkalomra gyúrjunk, hanem akkor ö, dolgozunk fel még. Hát meg ugye mit, mit történik egy dzsemelés alatt, hogy mindenki hozzáadja azt, amit, és akkor kialakul valami, és, és ez egy örömzene volt mindannyiunk részéről, és akkor így. Így egyszer csak lett egy Völgy zsuzsi akusztik formáció, amivel aztán ugye elkezdtünk koncertezni, még egyelőre csak Lábújhegyen. Azért mondom így, mert sokkal, tehát jobban örülnék neki, hogyha nagyobb népszerűségnek örvendene ez a zenekar, és most már sokkal több koncertbeírásunk lenne így ezzel a formációval. De rajta vagy, vagy úgy alakult, hogy most nem volt időd ezzel foglalkozni? De az a helyzet, hogy a menedzselés ugye soha nem volt az én asztalom, tehát én, mint menedzser nem tudom eladni, értékesíteni a zenekart. Most van mellettünk olyan menedzser, aki, aki próbálja ugye kiajánlani, és, és tesz azért, hogy, hogy, hogy eljusson nagyjából így országszerte a művelődési házaktól kezdve falunapokra mindenfelé, hogy a zenekar, tehát értékesítve van. Hát nagyon remélem, hogy, hogy lesz erre, erre kereslet, mert hát ugye ez egy eléggé, hogy mondjam, egy ilyen szűk, szűkebb rétegnek megy ez a zene. Ugye nem mindenki befogadó a, erre, a, erre a fajta zenére. Tehát van, aki ugye tényleg csak a mulató zenét kedveli, akkor a falunapra mondjuk egy, egy polgármester nem feltétlenül men, bennünket akar elhívni. Tehát itt olyan, ö, arra gondolok most, hogy, hogy nagy zeneket, az igényes zenét kedvelő emberekhez szeretnénk eljutni ezzel a formációval, mert hogy ugye mindenki azért azért itt óriási, tehát az kevés szerintem az a szó, hogy tehetség, és nem magamra gondolok, hanem itt mindenki tényleg nagyon nagyon nagy muzsikus, és, és tényleg itt, itt az a mi közönségünk, azok az emberek, akik odafigyelnek arra mondjuk, hogy mit játszik egy bőgős, hogyan szólózik egy bőgős, hogyan szólózik egy gitáros önállóan, vagy egy, vagy egy, vagy egy hegedű, hogyan szólal meg. Hallgatva a zenéteket, mindjárt az jutott eszembe, és hát ugye a jazzista énem előbb bújik, hogy elsősorban a Django Reinhardt, Stefan Grappelli féle úgynevezett manus jazz vonalat képviselitek, és ebbe te nagyon jól tudsz integrálódni. Mielőtt ez a zenekar létrejött, foglalkoztál már ilyen zenével? Hallgattál ilyen stílusú muzikát? Nem, nem, nagyon érdekes, hogy nem. A, a Patai Zoltán volt az az öcsi, aki, akinek nagy kedvence, és ő hozta be az én életembe ezt a fajta muzsikát. Ö, de nekem ez, ez abszolút ösztönszerűen mű, szerűen működik, tehát hogy én nem, én nem hallgatok ö, olyan előadókat, tehát nincsen az, hogy most én leveszek fikcsiket, vagy, vagy ö, hanem itt abszolút az, az érzéseim alapján, a szöveg alapján, tehát így, 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 igyekszem önmagam és önazonos lenni így ebben, a, ebben a zenei világban. Azt is észrevettem, hogy visszahozod a 30-as, 40-es évek hangulatát éneklésedben és a külsődben is. Egyfajta igen. karádi katalin szellemiséget látok benned felfedezni, vélni. De természetesen nem arra gondolok, hogy utánozott kopizod, mert annak nyilván te is tudod, hogy semmi értelme nincsen. Te önmagad maradtál, Völgyi Ruzsi. Igen, de igen. valahogy annak, a, annak az érának a hangulatát behozod. Ez nekem nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy sok ember szereti, mostanság van is ennek egy divatja. Alám. Nagyon örülök egyébként, hogy ezt látod, ez tényleg, ez is ösztönszerűen működik, mert, mert én szerettem volna azt, hogy mi úgy jelenjünk, meg úgy nézzünk ki, ami, ami abszolút kapcsolódik a zenei stílusunkhoz. Tehát én még lennék durvább is, tehát egy, simán fölvennék egy kalapot is, simán fognék a kezembe egy cipkát, kesztyű, én nagyon szeretem ezt a világot, én imádom azt, amikor az embernek van egy stílusa a színpadon, nem feltétlenül kell abba lemenni a közértbe, de amikor az ember megjelenik a, a színpadon, akkor akkor igenis legyünk mások, igenis legyünk különlegesek, igenis tudjunk, tudjunk adni a közönségnek azzal is, hogy mi hogy, hogy, mi, mi hogy nézünk ki a színpadon. Tehát, hogy, hogy nem, hogy ugye fontos az, hogy egy, egy eleganciát képviseljünk, és ugye, ha már társul hozzá egy zenei világ, egy korszak, akkor miért nem mutathatnánk meg azt is, hogy, hogy igen, lehet ezt a kettőt együtt csinálni, tehát a, azt a 30-as évek divatját plusz a zenét, úgy még, még jobb, még jobb a látvány, még jobb, hogyha van hozzá egy vizuális és egy, 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 egy ugye Audi audi hangzás is. Tehát a kép és a látvány, ugye, passzoljon össze. Na, ezt szerettem volna mondani. Értjük, értjük, semmi gond, és abszolút tiszta a kép. Miközben arról beszéltél, hogy egyelőre még a szervezés úgy utom van, hogy így fejezzem ki magam, arra gondoltam, és az jutott eszembe, hogy, hogy azért ez a Bizonyos beskatujázás, ez, ez talán még mindig működik, tehát ha Völgyi Zsuzsi neve felmerül, akkor romantik. Most előálltál egy nagyon-nagyon jó új projekttel, de azért mégis, nem azt mondom, hogy legelőről, de azért mégis csak el kell indulni valahol a lépcső lépcsőfokok alsó Abszolút. szintjéről. Előről kezdeni mindig nagyon-nagyon nehéz szólóban, meg aztán pláne, most ugye kvártetban vagyunk, így sem könnyű, de én emlékszem arra az időszakra, amikor tényleg itt volt a romantik fönt, aki 2000 évek közepén végén, és akkor volt az a romantik életében egy, egy törés, amikor, amikor, mindenki járta maga útját, hát mindenki próbálkozott, főleg Katinka és én szólóban is érvényesülni. Hát én már akkor 27 évesen öregnek számítottam a pop szakmába, ezt így meg is mondták, mondták a kiadóknál, hogy, hogy én már a pop zenéből kiöregettem, hát akkor most, most mit mondjak 40 évesen, hogy előről kell valamit kezdeni. De ez, de ez még Mégsem ilyen, ilyen görcsös, mert akkor úgy érzem, hogy 27 évesen volt bennem egy görcs, egy megfelelés, hogy én ezt akarom, és én bizonyítani is akartam, hogy szólóban is megállom a helyem. Készítettünk is akkor egy albumot, nagyon sok szerzővel, tényleg neves szerzőkkel, Gitánó, Bársony Bálén, tehát olyan, olyan jó zenészek, olyan jó ízzel adták hozzá a, a szerzeményeiket az albumhoz, de valamiért mégis a, a fiókban maradt, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy most ez, ez tényleg egy, egy, egy Inkább szenvedélyünk, inkább szerelmünk ez az egész, és nem görcsölünk azon, hogy most ez minden áron törjön be, hanem, hanem inkább én azt szeretném és arra vágyom, hogy ö, hogy állnak az emberek egy borkostolon, és közben szól ez a muzsika, közben kortyogatják, ott a finom, kellemes borokat, és akkor, tehát hogy nekem inkább ez a célom, hogy inkább egy háttér kellemes zenét nyújtsunk, mint sem egy ilyen nagy dübörgő szem előtt lévő dolgot, ahol mindenki táncol, meg mindenki ünnepel, hanem én inkább szeretnék egy picit így a, a háttér, háttérben lenni, és, és, és úgy szolgáltatni egy kellemes koncertet. No, hát nagy kíváncsisággal várjuk a további fejleményeket. Zsuzsi veled kapcsolatban az is, hát egyfajta bulvárhír hír volt, hogy néhány évvel ezelőtt elváltál a férjettől. Uh -huh. Most csak nagyon röviden kérdeznék rá, hogy egyfajta lassú és folyamatként jelentkező elhidegülés, vagy olyan olaszos temperamentumos nagy összeveszélyes vállás volt ez? Nagyon jól fogalmaztál, inkább az első ö, volt, hogy ez, ez ilyen la, nagyon lassú, szép eltávolodás volt, ami ami részemről egy egy kihűlést eredményezett. Mi egy építkezést kezdtünk el, ami aztán nagyon elhúzódott. Most nem beszélek arról, hogy ez most hogy áll, mert teljesen lényegtelen, de akkor ugye egy kényszerköltözést kellett a gyerekemmel el kellett költözzünk, akkor ugye ott eltelt majdnem egy év, akkor közben a gyerekemnek óvodát kellett keresni. Szóval tényleg ilyen nagyon szépen lassan ment az én életem jobbra, a volt férjemé balra, és igazából így, így elkezdtünk teljes más úton járni. De nem úgy, tehát ezt most mindenki értse jól, tehát nem kalandozgattunk jobbra-balra, hanem egyszerűen csak már azt vettem észre, hogy eltelt két vagy három hét, és nem láttam az akkor még a férjemet. Hát, hogy nagyon furcsa ez, de, de szerintem ez ma már sajnos mindenkivel megeshet. Tehát egy vállás sajnos nem, nem egy hétköznapi dolog, és úgy vagyok vele, hogy én azt látom a gyerekem testi szellemi fejlődésén, hogy egy nagyon jó irányba tart. Ő egy nagyon okos kislány, és tényleg nem elfogult szülőként mondom ezt, hanem azért, mert tényleg látom azt, hogy milyen szinten van. És, és én, én úgy gondolom, hogy neki, neki például nyilván jobb, jobb lett volna, hogyha a szülei együtt élnek, de ha már így alakult, akkor nekem ő a legfontosabb, hogy ő jól fejlődjön, ő neki meg legyen mindene, és ne, ne vitába, és ne két olyan ember között éljen, ahol, ahol kikerekedett szemmel azt nézi, hogy a szülei hogy veszekednek. És nekem egyébként ez volt az a pont, amikor egyszer volt egy hangosabb vitánk, a volt férjemmel, és egyszer csak lenéztem, akkor még két éves volt a kislányom, és a kislányom így megfogta a kis nyugikáit, a takaróját, a kis cumját, és állt előttünk, és ilyen ki kimerevedett szemmel nézett, és akkor eldöntöttem, hogy ebben nem akarom, hogy a gyerekem részt vegyen, és nem akarom, hogy ezt lássa, és nem akarom ezt a félelmet látni az arcán. Úgyhogy sokkal jobb ez így, mindenkinek, főleg a gyerekemnek, és nekem ő a legfontosabb. Apukával most milyen a viszony? Hát most már eljutottunk arra a szintre, hogy tudunk köszönni egymásnak, persze viccelek, tehát, hogy köszönünk egymásnak a kötelező dolgokat, meg tudjuk most már beszélni, tehát lehiggadt mindenki, ugye. A láthatás is nem van, tehát sikerült igen, igen, én soha nem voltam az a, az a buta ö, anyuka, aki bünteti a, a volt férjét azzal, hogy nem láthatja a gyereket, vagy ilyesmi. Nekem nyilván megvoltak. Ez a gyermeket büntetni. Hát pontosan, tehát nyilván megvoltak azok a dolgok, hogy igenis a gyerek rendezett körülmények között legyen, időbe le legyen fektetve. Szerintem egy, egy szülőtől lesz ez elvárható, és, és ugyanakkor szerintem nem nagy kérés az, hogy egy apától is ugyanez elvárható legyen, hogy tiszt a ágyneműbe feküdjön, hogy normális rendezett körülmények között legyen a gyermekem, amikor elviszi. És akkor ezeket le kellett fektetnem, voltak szabályok nyilván, de soha, de soha nem volt olyan, hogy, hogy én bárkit büntettem volna. És leginkább így van. Ilyenkor a gyereket bünteti az ember, hogyha nem engedi a láthatást. Sőt, én mindig azt mondtam, hogy akkor jössz hozzá, és akkor viszed el, amikor csak szeretnéd. Nyilván nem éjfélkor. Tehát, hogy normális időben, ha akarod, akkor óvodába is értemehetsz, elviheted Ég így is játszott Nem, 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 de ez már nem rajtam múlik. Tehát ez már, ez már a, az apukám múlik, hogy ő, ő mennyire ér rá, vagy mire szakít időt. Tehát, hogy ha ő nem szakít erre időt, akkor marad így a két hetente a hétvége, és, és úgy látszik, hogy, hogy neki bőven elég ez két hetente a hétvége. No, hát veled kapcsolatban azt is olvasti mostanság, elég sűrűn, hogy újra rád talált a szerelem, egyelőre nem fetted fel, hogy kiről van szó. Én most így egyenesen rákérdeznék, illetve azért mégis, rá. csak egy picikét, rá mégis csak egy picikét finomabban vagy körülírva, hogy zenésze az illető. <laughs> Azt hittem, hogy így bedobod a nevet. Barkóba. Talál, süllyed, bingo! Igen, igen, az illető zenész. Így van, nem szeretném jelen pillanatban felfedni a kilétét. Nagyon sok bántást kaptam a farm kapcsán, tehát úgy érzem, hogy. Hogy őt is belerántanád a Persze, de nem, ezt egyáltalán nem szeretném felesleges. Én nagyon bezártam egyébként most itt a bazárajtót, tehát itt most nem lehet az én életemen csámcsogni, nem engedek felületet semmi, semmire. Tehát, hogy nagyon odafigyelek például arra is, hogy mi kerül ki rólam mondjuk a sajtóba, ha nem az kerül ki, akkor persze cirkuszolok, tehát, de egyébként ez a farm előtt még ilyen nem volt. Most volt egyszer-kétszer ilyen dolog, hogy egyszer, hogy egy olyan cikk jelent meg rólam, amit, amit nem hagytam jóvá. Nagyon mérges voltam ez emiatt. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy jelen pillanatban most sajnos a kommentelők miatt az emberek miatt, emberek rossz indulata miatt most én bezártam. Nem vagyok hajlandó kitenni senkit annak, hogy szét legyen rágva, szét legyen cincálva. Tehát most itt kész, itt befejeződött. Eddig hagytam betekintést az életembe, hogy most férhez mentem, válok, ez történt, az történt. Oké, és innentől kezdve kész, game over. Aztán lehet, hogy eljön majd az a pillanat, amikor egy kicsit leül, leülepszik ez a, ez a nagy háborgó víz, egy kicsit megnyugszik, és akkor én is megnyugszom, és akkor egyszer csak majd azt fogom mondani, hogy jó, rendben, akkor most már. Most már akkor ö, posztolok fotókat, vagy megengedem az újságnak, hogy leküzöljék a, a fotókat a párommal, de ez idő ráadásul. Ö, én úgy érzem még, hogy, hogy nem árt az, hogy, hogy idővel az ember ö, megtapasztal, megismer, tehát nem kell mindent rögtön kirakni ö, a közösségi médiába. Én már én már inkább ez, a, ez az óvatos duhaj vagyok, aki inkább megéli a, a szerelmet, nem kifelé, hanem a négy fal között, vagy éppen bárhová megyek, bárhová megyünk, megfogom a kezét, tehát hogy nincs, nincs ezt titokba tartva. Minden barátom tudja, hogy ki az én párom, a családtagjaink tudják, hogy, hogy mi szeretjük egymást. És ha majd jön egy lesi fotós, <laughs> akkor mi fog történni? Hát, ha az utcán lefotóznak, akkor közöljék le a képet. Semmi. Tehát, hogy nem, nem azt mondom, hogy hogy most én titokba tartom ezt a dolgot, hanem azt, hogy, hogy én magam akarom megélni, nem külvilágnak. Nem akarok már a külvilágnak kirakni semmit magamból. Persze ez nem azt jelenti, hogy most a gyerekemről nem rakok ki a közösségi médiába képet. Kirakok, sőt a gyerekemmel bármikor lefotózhatnak, bármikor adok olyan újságcikket, ahol a gyerekem is ott van, tehát egy, nincs bennem ilyen szintű bezártság, de meghúztam azt a, azt a határvonalat, amit, amit úgy érzem, hogy, hogy most erre nincsen szükség. Most most sokkal jobb megélni csendben ezt, ezt a szerelmet. Ha netán úgy volna, én nem tudom, de ha netán úgy volna, hogy az új párod szerelmed fiatalabb nálad, nem gondolod, hogy abból is lesz egyfajta bulvár téma, hogy húha, hát de nem a fiatal hát srácot. Persze, de hogy nem. Ha lehet öregebb is. Tehát, hogyha most öregebb vagy fiatalabb, teljesen lényegtelen, tehát most, hogyha együtt lennék egy 75 éves ö, ö, úriemberrel, vagy épp az ellenkezőjével, teljesen mindegy, hogy, hogy kivel vagy. Te nem lehetsz jó. Tehát a kommentelőknek nem lehetsz jó. Lehetsz aranyból, akkor lesz leszel jó. Most egy kicsit rám van húzva ez a negatív, ez a negatív fős ugye a farm kapcsán is, úgyhogy én bármi csinálhatok, most úgyse leszek jó. Úgyhogy éppen ezért most én úgy érzem, hogy meg kell ezt az egészet védeni, és egy szép kis burokba beletettem, és fürdőzöm egyébként így ennek a titokzatosságában is.